Ha valahol nincs gond a heti edzésszámmal, az egyik ilyen csapat a megyei első osztályban feltétlenül a bajnoki címvédő Tolna VLC, amely 4, illetve 5 ponttal most lemaradva a listavezető Tamásitól és a második Bonyháttól a harmadik helyen várja a márciusi rajtot, és éppen ezért heti 5 edzéssel készül a csapat a folytatásra. A nyújtott műfüves pálya ideális a csapat valamennyi labdarúgójának megdolgoztatására. A Medicine labda előtérbe kerülése jelzi, a legmagasabb végzettséggel prólicenccel rendelkező edző Buzás Attila még az edzőmérkőzések beindulása előtt játékosai általános erőllétén is szeretne lényegesen javítani. Jó lenne, ha rendelkezésre állna mindenkiről e tekintetben egy kiinduló állapot, már ami a fizikai állapotukat illeti, de erre ilyen szinten a megyei első osztályban, hogy elvégezzék a szükséges vizsgálatokat, egyszerűen nincs igazán lehetőség. Inkább az erőlétre megyünk rá télen, de nekünk azért nyilván benne van az ügyesség is, meg a taktikai is, mert lehet taktikát is gyakorolni a műfővel, úgyhogy nekünk ezzel nem lesz problémánk. Két új NB3-as múltú futballista erősítésként érkezett a Tolnai VFC-hez. Molnár Tamás személyében, aki Kiskörösről érkezett hozzánk, és Lakatos Gergő, aki itt ide volt igazolva, de igazából Ausztriában hol volt, hol nem volt, ilyen kim volt, játszott egy pár meccset, de most a januártól teljes erőben itt van nálunk. A Kiskörösről érkező játékos Molnár Tamás a Mohácson lejátszott edzőmeccsen feletté pozitív benyomást tett az elnökre. Nagyon szimpatikus és egy, szerintem egy vezéreinsége lehet a csapatnak, a játékosok befogadták. Én úgy gondolom, hogy jó képes lehetős hamar befogadnak a csapatba, és a Tamás ezt képviseli. A Gergő szemben úgy szintén ugyanezt tudom elmondani, az ő egy gyors, fiatal, nagyon labdaérzékeny, ügyes játékos, én azt gondolom, hogy ővel is nagyon sokat erősítünk, és nem utolsóban Blatt Pali, aki felépül, ő is nagy erőssége lesz a Tolnai csapatnak. A bajnoki címért 4-es versenyfutás Tamási Bonyhát Tolna Dombóvár várható. Fontos, hogy a sérülés és egyéb okok miatt esetleg kieső kulcsembereknek legyen az adott poszton azonos értékű helyettese. A Tolna e tekintetben nem áll rosszul a riválisokkal való összehasonlításban, sőt. Négyesen kívül azért egy bátaszéket se lehet leírni, egy Kölesdet hazai pályán azért azon tevel, ott van mindenféleképpen egy olyan jó játékos állományuk van, azt gondolom. Nyilván rajtuk az múlik, akiket említettem csapatokat, hogy a felkészülés hogy sikerül. Őknek a téli felkészülés nem mindig olyan jó szokott sikerülni, de azért a bajnokság közepéig azért összeszedik magukat, és azt gondolom, hogy bárkinek borsatörnek az orra alá. A bajnoki rajtig hátralevő időszakban 4 felkészülési mérkőzést terveznek jó pályákon, műhüves pályákon és jó csapatok ellen. Játszottak már a Mohácssal, az NB3-as Iváncsával, és ellenfél lesz a szintén NB3-as Fejér megyei Gárdony, és megmérkőznek majd az NB1-es Paks U20-as utánpótlás csapatával is. Ami az erőviszonyokat illeti, a 2018-19-es szezon minden eddiginél izgalmasabb lesz a dobogón, de a középmezőny csapataik között is.